Magyarországon nem a koronavírus és az illegális migráció között, hanem a koronavírus és a lezüllesztett egészségügy között van kapcsolat. Így reagált Orbán Viktor tegnapi nyilatkozatára Donát Anna. A Momentum LP képviselője szerint visszataszító, hogy a kormánynak mindenről a bevándorlás jut eszébe. Vendégünk Donát Anna. Donát Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A felvezetőben is elhangzott, hogy tegnap a miniszterelnök egy videokonferencián vett részt az Európai Unió állam és kormányfővel, és ott mondta, hogy szoros összefüggés van a migráció és a koronavírus járvány között, és ön ezen nagyon kiakadt. De miért? Őszinte leszek, én először nem ezen akadtam ki, mert hogy azon a találkozón vagy eseményen mi történt, én igazából ma reggel olvastam vissza, hanem azt hiszem fizetett hirdetésben a Facebookon feljött nekem a kormánynak egy hirdetése, ahol ezt a párhuzamot ők elkezdték hirdetni. És akkor volt ez a pont, ahol azt mondtam, hogy na, itt a következő alkalom, hogy ezt most szépen lefordítjuk angolra és kiraktuk Twitterre. Ez meg nekem maradt ki, tehát ezek szerint a magyar adófizetők úgy gondolták, hogy a magyar kormányt szeretnék megkérni, hogy erre költsön el valamennyi szabad szemmel is látható pénzt, hogy ezt a Facebookon hirdetjük. Igen, mert hogy amikor az első koronavírusos esetet regisztrálták Magyarországon, vagy kiderült, hogy iráni diákok az elsők, az első reakciónk az volt, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy ekkora szerencséje legyen Orbán Viktornak, hogy persze nem olasz diák, nem egy magyar állampolgár, hanem egy iráni vendégdiák az első eset, és már akkor mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy el fog indulni az újabb illegális, bevándorló, migránsozós kommunikáció. A napokig ez amúgy nem történt meg, és akkor azt gondoltam, hogy na végre felelős kormányzást mutat a kormány. Hogy ezért itt most tényleg egy vészhelyzetről van szó, szóval egy olyan helyzetről, ahol muszáj megtanítani az állampolgárokat, hogy felelősségteljesen viselkedjenek, ami azzal kezdődik, például, hogy nem megyünk el szórakozó helyekre, nem látogatjuk meg most a nagymamát, ha nem muszáj ilyen dolgokkal, és hogy hát, ha most legalább ebben a szituációban félre tudjuk tenni a politikát, de nem. Ezt kérte ma egyébként Gulyás Gergely, igen, szóval nem, ugorjunk oda-vissza, hogy nem paranoia. Hogy arra gondol az ember elsőként, amikor a miniszterelnök bejelenti, hogy két iráni állampolgárságú Magyarországon tanuló diák, hogy arra gondol Donát Anna, hogy na, ez a migrációs kampány része. Amikor a bejelentés történt, akkor még nem arra gondoltam, hogy ez a migrációs kampánynak a része, hiszen nem volt, tényközlés volt. Azok a hirdetések, amik most elindultak, illetve, sőt, az a lépcsőfok, amikor a tranzitzónákat lezárták arra fel, hogy Iránból is jönnek, menekültek, és majd ők behozzák a koronavírus. Na az volt az, amit, bocsánat, de hogy itt nem hiszem, hogy az én értelmezési képességeimmel van probléma, amikor azt gondolom, hogy igenis a migráns propaganda kampány szlogenek közé becsúsztatják a koronavírusnak az információ átadását. És erre azt mondom, hogy ez felelőtlen, és emellett ki kell állnunk, hogy ezt nem engedhetik meg magunknak. Azt gondolja, hogy úgy, ahogy van az egész állítás teljes mértékben utasság vagy felelőtlenség, ahogy ön fogalmazott, vagy lehet benne valami, csak most nem ebben kellene foglalkozni? Tehát hülyeség az, hogy a migráció összefüggésben van valahogy a járvány terjedésével? Ebből egy szó sem igaz? Hogy ne lenne igaz? Tehát nyilván a migráció az nem jelent más, mint hogy A pontból B pontba költözik az ember. Amúgy globalizált világban élünk. Én sokkal nagyobb kockázatot jelentek Magyarország számára, hogy hetente repkedek Brüsszel és Magyarország között, mint a menekültek. Itt a probléma az, hogy önmagában, ha azt kiemeljük, hogy iráni diákok, azzal nincsen probléma, miért, amúgy ajánlom mindenkinek, olvassa el, mennyire felelőtlenül viselkedett az iráni kormány is. Erről szerintem beszélnünk kell. Beszélnünk kell arról, hogy titkolták hónapokig, hogy mennyire súlyos járványeset van Iránba. Az, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy Iránba haza látogató diákok az első eset, az is mutatja, hogy na ez a következmény annak, hogyha felelőtlenül kormányoz egy ország, és nem veszi figyelembe, hogy a vírus egy globalizált világban elképesztő gyorsan tud terjedni. Ebben az esetben nem volt probléma, hogy felhozták. Az már sokkal inkább, amikor úgy zár be tranzitzónát, hogy ott irániak meg se fordultak az elmúlt hónapokban, arra fel, hogy mert jöhetnek Iránból is. Ott már bocsánat, de az a tények, meg a saját propaganda anyaguknak a csúsztatásának az összemosása. Az az egyik tételmondata a Facebook posztjának, hogy nem az illegális migráció, hanem a lezüllesztett egészségügy a veszély. Észak-Olaszországban tudomásom szerint az Unió egyik legfejlettebb egészségügyi rendszere működik, mégis van most már több mint 10 000 fertőzött, és azt hiszem több mint 600 halott.
Itt szerintem nem most... biztos, hogy közvetett vagy közvetlen összefüggés van az egészségügyi rendszer minősége és a járvány terjedési sebessége között. Nem a között van kapcsolat. Azt is pontosan tudjuk, hogy az, hogy Olaszországban ennyire gyorsan terjed a járvány, és most vészhelyzet, tényleg, ott tényleg vészhelyzet van, az amúgy annak van a kulturális oka is. Ahogy a mindennapokat élik az olaszok, sokkal szociálisabb társadalomról beszélünk, mint akár a magyar ilyen szempontból. És úgy tűnik, és hogy most ez történt Spanyolországban. A nagy tömeget szereti, ott tud a legjobban terjedni. Nyilván ez történt ott. Amikor azt mondjuk, hogy az egészségügy leromlasztásával van összefüggésbe, az, hogy hogyan tud reagálni egy ország, amikor a vírus felüti a fejét. Én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy Magyarországon nem csak nem a számokat maszkírozzák el, hanem tényleg nincsen igazából súlyos járvány még, vagy nem is lesz, mert a magyar kórházak, a magyar egészségügy nincs erre készen. Az olasz egészségügy is majd beleroppan, pedig ahogy mondta, sokkal felkészültebbek, és sokkal több pénz van benne. Mindannyiunknak a mindennapi élménye, a járvány ide vagy oda, hogy nincs WC-papír, és nincs szappan a kórházban. És ez most nem egy politikai marketing történet, amiről én beszélek, hanem ténykérdések. És hogy egy nagyon súlyos vírusról beszélünk, amit meg kéne fékezni. Ráadásul arról is évek óta beszélünk. Nincs elég nővér, nincs elég orvos. Azok, akik még mindig terepen vannak és tartják magukat, 50-60 éven felüliek. Megint csak a leginkább kitett korosztály. És akkor hozzáteszük azt, hogy ők azok, akik ugyanúgy nem tudnak pihenni, és a legtöbbet érintkeznek fertőzött esetekkel, majd utána ugyanúgy viszik ők haza is, mert nincs, aki pótolja őket, ha leesnek a lábukra. Erről beszélünk. Tudja, az elmúlt évtizedekben elmulasztott cselekvéseket most nem lehet egyik napról a másikra pótolni. Tehát orvosokat nem tudnak klónozni, és azok az eszközök, amik hiányoznak, azok most sehol nem beszerezhetők, mert mindenhol máshol is használják őket. Tehát mi az, amit most gyorsan lehetne tenni? Azt gondolom, hogy az eszköz és eszköz között is van különbség. Tehát, hogy a fertőtlenítőszer meg WC-papír az nem az a kategória, amiből kifogytunk volna. Azok a maszkok, amikről megbeszélünk, hogy kifogytunk, azok alapvetően amúgy sem védenek a vírus ellen. Illetve az is egy felelőtlen döntés, hogyha a speciális maszkokat, ahelyett, hogy az orvosoknak juttatnák el, hétköznapi emberek pánikból felvásárolták. Mert ugye ez összefügg azzal is, hogy a kormány mit tehet például, hogy nem propagandára költ 150 milliárd forintot, hanem tájékoztatói kampányra. Például arra, hogy ne rohanj el maszkot venni, mert felesleges, nem így fogod tudni megvédeni a családodat, vagy lassítani a járvány terjedését. Sok mindent tehet a kormány, azt, hogy hetekig nem nyilatkozik meg róla, majd utána vészhelyzetet jelent be, de úgy, hogy nem ad az emberek kezébe kézzelfogható utasításokat. Mit jelent az, hogy karantén? Hova mehetünk ilyenkor, hova nem? Nagyon-nagyon egyszerű dolgokról beszélek, ami igenis a kormányon múlik. Amúgy nagyon-nagyon sok pénzbe kerül egy tájékoztatói kampány. Csak tesszük fel a kérdést ilyenkor tényleg logikusan. Miért a propaganda kap 150 milliárd forintot, és miért nem a tájékoztatás, a köztájékoztatás? Gulyás Gergely, hogyha most nézi a beszélgetésünket, akkor vélhetően nagyon szomorú. Mert azt mondtam a sajtótájékoztatóján, hogy 2 évig nincsenek választások, és ez most egy olyan válsághelyzet, amikor fontos, hogy az ország ne az ellenzék ne támadja, hanem támogassa. Most, amiről ön beszél, ez tulajdonképpen a kormány támadása. Nem gondolkoztak el azon, hogy valamiféle kooperációra lenne szükség? Én azt gondolom, hogy a kooperációt felkínáltuk és felkínáljuk, amúgy önmagában a mondat elejével van már problémám. Magyarország támadása, tehát amikor a kormányt és a kormányzatot kritizáljuk, nem Magyarországot támadjuk, hanem számon kérjük, hogy felelős kormányzást mutassanak. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan lépést tett a kormány, amit el kell ismerni, hogy kezdi összeszedni magát. Amit ma bejelentettek, hogy lefújják az összes kültéri rendezvényt, vagy nagyobb létszámú rendezvényt. Az egyetemek távoktatásra térnek át. Én azt gondolom, hogy csak ez meg lehetett volna tenni korábban, de persze ez is egy olyan kérdés, és ebben én nem akarom őket kritizálni. Nagyon nehéz megmondani, hogy mikor jön az a felelős pillanat, hogy nem pánikkeltés, hanem egyszerűen tényleg muszáj ezeket a lépéseket megtenni. Én ebben a játékban bele se szeretnék menni. Az viszont, hogy a koronavírusról hetek, hónapok óta beszélünk, és mégsem történt ezzel kapcsolatban mélyebb tájékoztatás. Miért nem erről beszél a kormány? Ez az ősaruk, bocsánat, az ősaruk az, hogy az iskolákban nem mentek ki tájékoztatók, hogy a ezt akartam kérdezni, mit értene mélyebb tájékoztatás? Minden nap tart ülést az operatív törzs, utána minden nap tartanak sajtótájékoztatót, minden nap kiáll valaki. Tegnap például a miniszterelnök szólalt fel mondjuk egy gazdasági konferencián, de hogy beszél erről? Mi hiányzik?
Számomra például is ez nem csak a kormány kommunikációjából, hanem amúgy mindenféle médiatermék kommunikációjából is borzasztóan hiányzott körülbelül egy héttel ezelőttig, hogy mondjuk résztesen le legyen írva, mi a különbség egy általános influenza járvány és a koronavírus között. Mennyiben van haszna a masznak, vagy nincsen? Hogyan kell kezet mosni? Én teljesen alapvető információk voltak. Én az orvos barátaimat hívtam fel, hogy most már nem jutom ki egyik online hírportálnak a címlap, vagy a hírportált sem, mert egymás után a pánikkeltő hírek jönnek, csak hol mennyi eset, mennyire nem tudunk ezzel mit kezdeni, globalizált világba, tegyük szét a kezünket, aztán majd túléljük valahogy, ahelyett, hogy megpróbálnak azt sugalni, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket mi magunk is megtehetünk. És én azt gondolom, hogy a kormánynak mindenek előtt példát kell mutatnia. Mit várjunk el bármilyen újságtól, bármilyen hétköznapi embertől, ha a kormány nem mutatja meg, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetbe kommunikálni, milyen információk azok, hogy mindenképp el kell juttatni az emberekhez. Rengeteget beszélünk bevándorlásról, és nem beszél a kormány kivándorlásról. Ha beszélnek kivándorlásról, akkor a koronavírussal kapcsolatban fel lehetett volna hozni, mit tegyünk akkor, amikor a szomszédunk, a gyermekünk, az apukánk, a nem tudom kink éppen Olaszországba, Bécsbe, Brüsszelbe, bárhol dolgozik, és jár haza havonta, hetente, akármilyen rendszeresség. Elég gyakori élethelyzet, mondják. Erről kéne beszélnünk hetek óta, hogy egy ennyire globalizált Európába mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a járványt lecsökkentsük, vagy pontosan annak érdekében, hogy ne keltsünk pánikot, akkor, hogyha hazajövünk egy nyaralásról, és hirtelen nem akarnak velünk szóbálni az osztálytársak. Mert hogy ilyen helyzet is van. És szerintem ez lenne a felelős kormányzásnak a nulladik alapköve. Donát Anna, köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm.